Köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Zalaegerszegi Televízió Kultúrkör című műsorát látják. Ezúttal a Göcsei Múzeumba invitáljuk Önöket, ahol az Elődeink élete című kiállítás néhány érdekes részletét mutatjuk be az intézmény munkatársainak segítségével. Kérem, tartsanak velünk! Már itt is vagyunk az első szinten, ahol a kiállítás kurátorával találkozunk, akit arról kérdezek, hogy hogyan, milyen módon kezdődött el ennek a tárlatnak az építése, és egyáltalán milyen koncepció mentén építették fel az anyagot. 2022. május 13-án nyílt meg az új állandó kiállításunk Elődeink élete címmel, amelyre körülbelül 5 éven keresztül készültünk. Alapos kutatómunka előzte meg a kiállítás rendezését, és hát az volt a koncepciónk, hogy az előző kiállításunkhoz képest, a Központok az Ala mentén című kiállításunkhoz képest most ne a város történetét, hanem az egykor itt élt zalaegerszegiek történetét mutassuk meg, tehát valójában egy életmód kiállítást készítettünk. Vannak leágazások is, tehát vannak olyan mellékágak is, amiken követni lehet akár a város, akár a megye történetét? Igen, az életmód történeti kiállítás a fő sodra a kiállításunknak, de van 2 mellékszálunk. Az egyik mindjárt az első termünk, amelyikben a Göcsei Múzeum történetét mutatjuk be, a másik pedig Zala megye történetét mutatja be, hiszen a 18. század elejétől Zalaegerszegen állandósult a vármegye központja, így úgy éreztük, hogy egy icipici kitekintést erre is kell adnia a kiállításnak. Most pedig azt javaslom, hogy lépjünk be az első terembe, az úgynevezett múzeum történeti terembe, tartsanak velünk! Itt is vagyunk már a múzeum történeti teremben, és egy nagyon érdekes lelettel kezdjük, ami talán az egyik legősibb és a legkorábbi lelet. Mit kell erről tudni? Mi volt ez tulajdonképpen, amit itt megtaláltak a város határában? Az első olyan lelet, ami a múzeum gyűjtőterületén előkerült, és nagyjából tudjuk, hogy hova került, vagy mi a leletnek a története. Az 1902-ben került elő, Zsilinszky Sándor vendéglős szőlős kertjében mamutcsont került elő, erről a Magyar Pajzs újságból értesülhetünk. Először csak egy lábszálcsont, azt követően pedig egyéb csontok is előkerültek, és gyűjtést kezdeményeztek a mamutcsontnak a feltárására. Az adományokat a városlakók, a város polgárai adták össze, és a főgimnáziumnak az egyik tanára vezette a régészeti feltárást, és majdnem egy teljes mamutcsontvász került elő a rövid jánka homokjából. Azért izgalmas ez a lelet, mert ez volt Magyarországon az első teljes mamutcsontváz, ami feltárásra került. Korábban a város határában találtak már más kisebb mamutleleteket, agyarat, mamutfogat, vagy ezt a kapafogú őselefántnak a csontját, ezt a 19. század végén találták, de így ekkora mértékű leletet nem találtak. Ami viszont probléma volt, hogy hogyan őrizzük meg ezt a leletet, hogyan lehetne konzerválni ezt a kuriózumot, amire nem volt pénz. Tehát a városnak, illetve a főgimnáziumnak nem volt erre pénze, ezért az Állami Földtudományi Intézet ezt az egészet megvásárolta, és Budapestre került a Földtudományi Intézetben, szerencsére, azt kell, hogy mondjam, mert így nem pusztult el, hanem megőrződött, olyannyira, hogy a mai napig megvan, és a Természettudományi Múzeumban, a jégkorszak kiállításban kiállításra is került újra. Mert hogy a II. Világháború megsérült, de újra restaurálták, és egészében lehetett látni. Mikor először összeállították, nagyjából így nézett ki. Egy-két csontja hiányzik, mert az agyara a leírások szerint egy agyara volt a feltáráskor, de itt ezen a képen most az nincsen rajta. És az, hogy a város elvesztette ezt a csodálatos leletet, egyre inkább felbuzdította a város lakosságát, illetve a főgimnáziumnak a tanárait, hogy elkezdjék gyűjteni a göcsei leleteket, hogy ne elvesztenek, hanem az utókornak meg tudják ezeket tartani. Tehát azért mondjuk, hogy minden itt kezdődött.
is vagyunk az úgynevezett mezővárosi teremben, ahol egy nagyon érdekes kutat látunk. Mi az, amit erről a kútról érdemes tudni? Ez a kút pontos rekonstrukciója annak a valószínűleg középkorból származó kútnak, amely a 2018-as ásatáson került elő. A különlegessége, hogy az egykori törökkori egerszegi vár várárkának feltárása közben pontosan a várárok alján találtuk meg ezt a kutat, és itt a mezővárosi részben ugye Kút a kútban címmel is próbáljuk azt érzékeltetni, hogy visszarepülünk egyrészt az ásatás időszakába, az ásatás pedig visszarepít bennünket a középkor világába. Más érdekesség esetleg a kút mellett előkerült-e azon az ásatási terepen, ahol dolgoztak? Igen, erről az ásatásról kerültek elő azok a középkori téglaégető kemencék, amelyeket sikeresen kimentettünk, és jelenleg a Mincentineum pince szinti kiállításában mutatunk be. Tovább egy újabb interjőr részlet az érünk, ahol a szakember érdekes módon két boros pohárral vár. Vajon miért? Szeretném, ha kocintanánk az egykori egerszegi szőlőművesek emlékére. Mit is kell tudnunk tulajdonképpen a szőlő és az ember viszonyáról Zalában? Mit lehet itt megtudni ebben a részletben? Az Árpád-kortól kezdve Zalában nagy hagyománya van a szőlőművelésnek. Igazándiból elmondhat az, hogy talán ez mind a mai napig is így van. Akkoriban nem hobbiból termesztették a szőlőt, hanem egyrészt fogyasztották, és úgy, mint manapsági szokás, illetve eladták a megélhetés kiegészítésére egy szolgát, illetve mindenkori földesúrnak, az egyháznak is juttatniuk kellett adók formájában ezekből a termékekből, vagy terményekből. Későbbiek folyamán azért válik még fontosabbá a szőlészet borászat a török korszakban például, mert gyakorlatilag egyfajta jövedelemkiegészítés volt a korszakban, ugyanis a legtöbb végvári vitéznek a egerszeg környéki dombokon volt szőlője is, és ezt szabad idejében, amikor épp nem a törökökkel viaskodtak, akkor ezt a tevékenységet tűzték, ez volt a jövedelemkiegészítésük, és ez erre azért volt szükség, mert gyakran nem jött a zsold, vagy kevés volt a megélhetéshez, és ezért jövedelem kiegészítésként használták ezt. Van itt a közelben egy monitor, és lehet azon látni, hogy éppen művelik a szőlőt a vitézek, és eldörlen a mozsárágyú, és erre ők beszaladnak a várba, és felszedik a fegyvereiket, és kimennek a török ellen harcolni, ugyanis ez a mozsárágyúnak az volt a funkció, egyfajta ilyen vészjelző eszköz volt, talán ahhoz hasonlítható manapság, mint a légoltalmi sziréna. Ha a veszély közeledett, jelen esetben a törökök támadtak, akkor mindenki beszaladt a várba, felszedte a fegyvereit, és a várkapitány irányítási alapján kirohantak a törökre. És hogy is működött ez az eszköz? Korlatilag olyan kb. 10 kilométerre hallatszott el a hangja, és így egy láncban, hogyha mit megjelent itt a délenlenti környéken a török, akkor a riadólánc beindult, és mindenhol estötték az ágyút. És akkor, mire ideért a török, gyakorlatilag ugye a hang gyorsabban terjedt, mint hogy a török lovasok adott esetben tudtak haladni a területen, és gyakorlatilag elébük tudtak menni, és le tudták őket győzni. Vagyunk egy újabb teremben, a cémestereknek a termébe, ahol egy csodálatos, gyönyörű síremlék mellett vagyunk. Mindjárt meg is kérdezzük, hogy kié volt ez a síremlék, és mit érdemes róla tudni. Egy csodálatos sírkő másolata mellett állunk, Gotthard János csizmadiamester síremléke, amit felesége, a nála 14 esztendővel fiatalabb Nemes Simonfi Borbála állítatott,
aki a keszthelyi kőfaragó műhelytől rendelte meg ezt a nagyon kedves sírkövet, aminek eredetije a Kálvária temetőben áll. A Kálvária temetőből, amit a szűrszabók építettek az 1750 körül, és a szűrszabók, majd később a váltóműves szabók és a jómódú iparosok temetkeztek annak a bájos kis temetőjébe. A sírkövet Farkas Ferenc szobrászművész és a Reneszánsz Kőfaragó Kft. Segítségével elszállítottuk, amiről a szobrászművész nagyon szép másolatot készített nekünk, és ezzel mintegy meg is őrizzük az örök idők számára az emlékét Gotthard Jánosnak. És miért olyan fontos nekünk Gotthard János? Azért, mert ő egy kitűnő csizmadia mester volt. Horváth József csizmadia C-mester halála előtt egy nagy hagyatékot hagyott a C-re, és úgy döntött, hogy a városba készüljön egy Szent Háromság szobor, és hát bizony a Gotthard Jánost kérték fel, hogy legyen ennek az összegyűjtött pénznek, amelyet nem csak a csizmadia C adott össze, hanem több C is a kezelője. És a halálát követően az egész hagyaték az Alamegyei Levéltárba került, és ennek segítségével dolgozhattuk fel az ő történetét, és ennek a Szent Háromság képnek a történetét is. A Szent Háromság szobrot mindenki ismeri, hiszen a Mária Magdolna plébánia templom előtt áll, amelyet azért is tudtak létrehozni, és ezt a sok pénzt feláldozni erre a kegyes ajándékra, mert a napóleoni háborúk idején nagyon sok csizmát rendeltek tőlük a katonaság számára, és hát ebből a bevételből tudták támogatni a szobor elkészítését, amin két jeles alak is látható, ugye az apostolok mellett, Szent István és Szent Imre. Az érdekessége a szobornak az, hogy magyaros öltözetbe ábrázolják őket, tehát úgy, ahogy a 19. század elején öltözhettek volna, és mindegyiken egy ragyogó, míves csizma látható. Itt már a reformkori terem részben vagyunk, és egy különleges szenzációt láthatnak a látogatók. Mi is ez, hogyan, milyen módon került elő? Néhány évvel ezelőtt nagy szenzációt jelentett Zalaegerszegen, amikor kiderült, hogy a Francia Fotográfiai Társaság archívumában egy magyar vonatkozású daguerrotípiát, ősfényképet őriznek. Fischlév a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa volt, aki megtalálta ezt a számunkra különlegesen értékes fényképet, hiszen az internet segítségével Éva nagyon hamar kiderítette, hogy a felvétel Zalaegerszegen készült valamikor az 1800-as évek közepén. És hogy honnan derítette ki, az a kép bal felső sarkában látható, ott van egy cégtábla, amelynek az a felirata, hogy Anisics Pál vegyes kereskedése. És a Google, barátunk a Google pillanatok alatt kidobta, hogy Anisics Pálnak Zalaegerszegen volt vegyes kereskedése. És mi a kiállítás szervezése közben mindenképpen szerettük volna ezt a csodálatos felvételt itt megjeleníteni. Természetesen az eredeti daguerrotípiáról szó sem lehetett, hiszen azt továbbra is a Párizsban őrzik, de sikerült a város közönségének támogatásával megvásárolnunk a daguerrotípia digitális állományát és a felhasználási jogát, úgyhogy így tudjuk most bemutatni a kiállításban. És ha megnézzük a képet, nagyon sok mindenről mesél nekünk, hiszen mind a városközpontra, a városközponti épületekre, a korabeli viseletre, a korabeli állatokra, a közlekedési módokra ad információt számunkra. És hát az is kiderült levéltáros kollégák Molnár András és Kulcsár Bálint kutatásai nyomán, hogy ez a
felvétel egy nyilvánvalóan egy piacnapon készült, és a szerencse úgy hozta, hogy ma már nagy valószínűséggel azt is tudhatjuk, hogy ezt a felvételt egy fiatal francia, Auguste de Gerandol készíthette 1847-ben. Biztosan tudjuk, hogy ő abban az évben járt Zalaegerszegen, kíváncsi volt az akkori tisztújításra, hiszen nagy tisztelője volt Deák Ferencnek, valószínűleg az ő személye miatt érkezett ide Zalaegerszegre, és hát egy kora hajnali, vagy kora délelőtti órában az Aranybárány szálló, amelyik nem azonos a mai Aranybárány szállodával, a korabeli szálló első emeletének egyik ablakából készítette ezt a fantasztikus felvételt. Csak ez a felvétel számít szenzációs leletnek, ami tulajdonképpen itt látható, hanem van egy külön terem is, az úgynevezett megyeterem, amely számtalan érdekességet tartogat a látogatóknak a számára. Itt egy idővonalon végig lehet követni a megyének a történetét, kisfilm is segíti a megismerését, illetve különleges, nagyon érdekes tárlókat állítottak be ide, amelyek mint egy nyíl formájában mutatnak a földön látható térképre, és ezzel kijelölik azokat a legfontosabb helyszíneket, amelyek a vármegye életében fontosak voltak. Közben átjutottunk egy újabb interjőr részbe, ami már a dualizmus korába vezet bennünket, itt pedig egy emblematikus intézménnyel kellene megismerkednünk, hogyan, milyen módon segítik az itt látható tárgyak az Zrínyi Miklós Gimnáziumnak a megismerését. Igazán nagy mérföldkőnek számított, hogy 1895-ben megnyílhatott a zalaegerszegiek nagy álma, az állami főgimnázium, amit ma Zrínyi Miklós Gimnáziumként ismerünk. Az építését, illetve a megalakulását Vlasics Gyula kultuszminiszternek köszönheti a város, és ő gondoskodott arról is, hogy kiváló tanárgárda került az intézménybe. Az ország összes pontjáról érkeztek ide. A pedagógusok nem csak a gyerekek tanításával foglalkoztak, hanem a város társadalmi és kulturális életében is jelentős szerepet játszottak. Többek között újságot szerkesztettek, illetve különböző társadalmi eseményeket szerveztek. A gimnázium egyik leghíresebb tanulója Pajzs Dezső, a későbbi híres nyelvész volt, aki egyik visszaemlékezésében úgy írt erről, hogy szinte neki készült el a gimnázium, és az ő írásaiból ismerjük az intézmény korai éveit. És úgy tudom, hogy a tanároknak is állítottak itt emléket, hiszen az egyik híres pedagógusnak is lehet fotóját is, illetve valamilyen személyes tárgyát is látni, ugye? A nevezetes egerszegiek falán kapott helyet Borbé György, aki a gimnázium egyik leghíresebb és legnevezetesebb tanára volt. Ő nagyon-nagyon sokoldalú ember volt. Azon kívül, hogy külön újságot szerkesztett Magyar Pajzs néven, ő volt az, aki a Csány szobor felállításához adományokat gyűjtött a városiak körében, illetve ő volt az első, akinek felmerült az ötlete, hogy múzeumot kellene alapítani itt Zalaegerszegen, és nem utolsó sorban egy kiváló sportember is volt. Írásaiból, visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy gyalogosan végigjárta szinte az egész országot, és egy nagyon-nagyon érdekes hobbija is volt, méghozzá a kerékpározás. Egy velocipéddel, amihez hasonlót, nem ezen, de egy hasonlóval tordáról, egészen a párizsi világkiállításig kerekezett, és erről egy nagyon-nagyon élménydús beszámolót is írt, és hazafele Párizsból pedig megszerette volna látogatni még Kossuthot is, bár őt ekkor nem találta otthon.
Közben egy újabb interjúr részben vagyunk, ahol megidézzük az egykori polgármesternek, Czobor Mátyásnak a személyiségét is, ha csak így virtuálisan is, és hozzá kapcsolódóan, illetve az ő egyik kezdeményezéséhez kapcsolódóan erről az ifjú hölgyről is beszélnünk kellene. Miért áll ő itt? Czobor polgármester Zalaegerszeg egyik nagyon jelentős polgármestere azt vette a fejébe, hogy Zalaegerszeget szeretné a hazai idegenforgalomba bekapcsolni. Ugyan a város nem volt egy építészetileg különleges település, tehát ezért nem nagyon jöttek ide a turisták, de a polgármester ezt úgy szerette volna kiküszöbölni, hogy Zalaegerszeget a természeti környezet, illetve a város virágos látványa tegye a hazai turisztikai térképre. Ezért aztán egyrészt meghirdette a Virágos Zalaegerszeg programot, amelynek eredményeként néhány év alatt Zalaegerszegen gyönyörű ligetek, parkok, virágosított utcák, terek keletkeztek. Másrészt pedig megszervezte a Göcsei hetet, mondhatjuk úgy, hogy az első városi fesztivált. Ebben az időben más városok is szerveztek fesztiválszerű rendezvényeket, éppen azért, hogy az idegenforgalom Magyarországon megélénküljön, és Czobor Mátyás is egy több mint egyhetes rendezvényt képzelt Zalaegerszegre, amit 1935-ben meg is valósítottak. Ennek a rendezvénynek számtalan eseménye volt, ekkor avatták a revíziós tornyot, az országzászlót, erre az évre számtalan új épület készült el itt a városban, és természetesen kulturális rendezvényeket is szerveztek itt. Mindenek előtt Göcsei népművészetét szerették volna bemutatni, be is mutatták, igen ám, de Göcsei népviseletben szerették volna a szereplőket felöltöztetni. Előtte a Zala-megyei levéltár, ma Zala-megyei levéltár, tehát a Vármegyei levéltár vezetője, Fára József már végzett kutatásokat Zalában, Göcsejben, igyekezett a helyi népviseletet felgyűjteni, de nagyon hamar rá kellett jönnie, hogy nincs Göcsei népviselet. Ezért aztán, hogy mégis népviseletben jelenjenek meg a szereplők a Göcsei héten, a hetési névviseletet újították fel, és hát itt a mellettem álló bábun egy hetési névviseletet láthatnak a kedves látogatók. Ebben a névviseletben lépett színpadra a Göcsei gyöngyös bokréta, amelyik különböző helyi, illetve közismert népdalokat, dalokat énekelt és táncolt ezeken a Göcsei heti kulturális rendezvényeken. Több alkalommal is felléptek, nyilvánvalóan nagy sikert arattak, és hát azóta persze egy kicsit a köztudatban úgy ment át ez a viselet, mintha Göcsei névviselet lenne, de sajnos ez nem a Göcsei névviselet nincs, hanem ez a hetési viselet. A népviselet után folytassuk zenével, méghozzá egy nagyon érdekes személlyel, aki a város életéhez kötődik. Dandi Kis Károlyról van szó. Mit érdemes a cigány prímásról tudnunk? A múlt században született Zalaegerszegen a híres cigány prímás. Zenei tehetsége már korán kiderült. 6 fő zenekarral muzsikált már 14 éves korától. Repertoáriában a hagyományos cigány zenén kívül magyar nóta, a klasszikus zene remekei, mint Vivaldi, Bach és Brahms művei is szerepeltek, illetve Vajda József gyűjteményéből különböző népdalok. Nem csak az éttermekben muzsikált, hanem a Petőfi és a Kossuth Rádióban is felcsendültek muzsikái. És akkor most szeretnék ebből egy kis ízelítőt bemutatni. Thank you.
dombokon a történelem pihen, s a lankák mosolygó derűje nem változik. A zene után én pedig már elmentem még egy moziba is, mert egy különleges interiőrt építettek itt ki. Mit érdemes erről a háttérről tudnunk? A kiállításunk utolsó szocializmuskori egységében állunk, és itt mögöttünk az Adi mozi belső tere látható. Azért gondoltuk arra, hogy a mozit megjelenítsük ebben az interjőrben, ebben a kiállítás részben, mert a szocializmus évtizedeiben a könyvtár mellett a mozi volt a legnépszerűbb kulturális intézmény. Idősek és fiatalok, gyerekek, mindenki moziba járt, egy nap több vetítés is zajlott, és hát ebben a korszakban azért erősen meghatározott volt azon filmek köre, amelyeket a magyar nézőknek vetítettek. Nagyon sok szovjet filmet is meg kellett nézni, de hát akik szerelmesek voltak, vagy randevúzni akartak, őket kevésbé érdekelte, hogy mi zajlik a mozivásznon. Sokkal inkább annak örültek, hogy együtt lehetnek, hiszen ez a korszak még egy kicsit szigorúbb és zártabb volt minden tekintetben, mint manapság. És hát az Adi mozi volt a város egyetlen vetítőhelye. 1958-ban nyitották meg és adták át a közönségnek, és azóta szolgálja rendületlenül ez a legelszegélyeket. Már majdnem elérkeztünk a kijárathoz, de előtte még egy ötletfa megállít bennünket. Miről híres ez az ötletfa, mit érdemes róla tudni? Így van, a kiállítás zárásaként megszokták a látogatók, hogy vendégkönyv fogadja őket, illetve vendégkönyvbe lehet beleírni a véleményüket, mennyire tetszett a kiállítás, milyen ötleteik vannak még. Nos, mi ezt kicsit modernizáltuk, és egy úgynevezett égerfa fogadja őket, ugyanis a Zalaegerszeg nevében az égerfa is szerepel, Zala Égerszeg, és éppen ezért jött az ötlet, hogy apró falevelekre lehetne ráírni az ötleteket, ugyanis feltesszük a kérdést a látogatónak, hogy milyennek szeretné látni Zalaegerszeget a jövőben. És hát mi, bevallom, szoktuk ezeket olvasgatni, nagyon kedves és mindenképpen megszívelendő tanácsokkal látnak el minket. Például zenepavilont szeretnének látni Zalaegerszegen, ahol nyilván alkalmanként koncerteket is adnának. Ami szembetűnő, hogy nagyon sok ember zöldben, zöld településen szeretne élni. Vannak olyan ötletek, hogy egyáltalán tiltsák is ki az autókat, tehát olyan városban szeretnének élni és lakni, ahol nincsenek autók. Vagy sokan azt kívánják, hogy nagyobb megértéssel forduljanak az emberek egymás felé. Mi azt mindenképpen megígérhetjük, hogy a döntéshozók, a városvezetés felé ezeket a kívánságokat el fogjuk juttatni, és hát ezzel az ötletfával, ezzel az égerfával záródik az Elődeink élete című várostörténeti kiállítás. Kedves nézőink, ezzel mai tematikus műsorunk végéhez értünk. Remélem, hogy tetszett önöknek mindaz, amit láttak, de javaslom, hogy látogassák meg a Göcsei Múzeumot, amelynek falai számtalan egyéb kincset is rejtegetnek. Mi köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!